Kezdjük egy csokolom, hölgyeim, kellemes estét kívánok az uraknak is. Amikor a ma esti beszélgetésre készültem, mai vendégemmel történő beszélgetésre készültem, két cím járt a fejemben a beszélgetés elejére. Az egyik az, hogy hogyan lesz egy úszóból, egy önnyösi úszóból egy olyan televíziós riporter, aki hírességekkel többek között mondjuk Ashton Kutcherrel találkozhat, vagy riportot készíthet. A másik cím pedig az, hogy milyen lehet, amikor a hóhért akasztják, remélhetőleg a következő 10 percben mindkét kérdésre választ kapunk. Üdvözlöm itt a stúdióban ma esti vendégemet, Farkas Bencét. Szia! Szia, Petro, köszönöm a nézőket! Szerintem induljunk el egy kicsit fordítottan, induljunk el a történet végéről, és úgy érjünk el az elejére, arra az időszakra, amikor te itt a Gyöngyösi strandon az úszómedencében megszámlálhatatlan hosszokat úsztál, és rengeteg versenyt nyertél, az legyen a vége a sztorinak. Most viszont ott tartasz, hogy hol tartasz, hiszen egészen meglepő és fantasztikus dolog az, amit véghez vittél néhány év alatt, bár még ennek annyira nagyon nagy nemzetközi látszatja nincs, de lehet, hogy ez is lesz majd. Mesélj erről egy kicsit. Nemzetközi látszata úgymond annyira még nincsen. Hát most, amit említettél, az a Ashton Kutcheres dolog most. Ez csak egy példa. Ez csak egy példa. Jó, igen, igen, igen. Hát a világbajnokságon dolgoztam ugye a nyáron. Az úszó világbajnokságon, persze sok világbajnokság volt a nyáron. És hát ott találkoztam vele, ott vacsoráztam vele egy asztalnál, hiszen én ugye a FINA-nak dolgoztam, a Nemzetközi Úszószövetségnek, és így hát volt szerencsém mindenhova bejutni. Aztán hát volt, amikor így a munka után már egy kicsit úgymond az élvezeteknek is adtunk, és akkor felmentünk vacsorázni, kicsit borozgatni, aztán ott volt a kemény Dénessel, és hát akkor gyorsan elkaptuk néhány szóra. Hát miért ne? Persze, persze, igen. Ez azért ismerve még a média belső köreit, sem egy annyira egyszerű feladvány, hogy egy ilyen úgymond elit VIP szekcióba valaki bejusson, és gyanítom, hogy ez azért kevés hozzá, hogyha valaki azt eléri, hogy a finálnál dolgozhasson egy világbajnokságon, hiszen az addig is el kell azért valahogy jutni. Hogy jutottál el eddig? Fú, hát nem tudom, én legszívesebben azt mondanám, hogy gyakoroltam jó helyen, vagy szerencsém volt, de azért mégis csak lehet azt mondani, hogy a kemény munka gyümölcse, vagy mit tudom én, de... Ez jól hangzik. Persze, igen, sokkal jobban hangzik, mint az, hogy jókor voltam jó helyen, de egyébként tényleg ez a világbajnokság is úgy jött, hogy én a nyáron nem feltétlenül akartam dolgozni, mégis csak egyetemista vagyok, még aztán felhívtak a világbajnokság előtt 2-3 héttel, Suba Kata, ő volt az M4-en, még amikor elindult az M4, akkor ő volt a felelős szerkesztője az egész, hát nem sportcsatornának, de így a sportrészlegnek, meg ugye az M1-en, amikor még régen a Királyi TV-n ment ugye a sport része, úgymond az egésznek, akkor ő volt a szerkesztője, csak ő azóta onnan eltávozott, kirúgták, lényegtelen, és az a lényeg, hogy a Kata hívott, hogy lenne ez az állás, és akkor oda mehetnék dolgozni. Aztán én nagyon szívesen elvállaltam ezt, de én egyébként nem is az Ashton Kutcheres dolgot emelném ki, hanem tényleg olyan úszókkal készíthettem én ott interjút, hogy akiket tényleg mindegyik ember körülbelül, aki aranyérmet nyert, aki világcsúcsot úszott, vagy bármi ilyesmi, azokkal én készítettem interjút. Tehát akiket én régebben, tudom én ilyen, még amikor úsztam 11-2 pár évvel ezelőtt, én azt mondtam, hogy úristen, hát mekkora király lenne kijutni a világbajnokságra és velük úszni. Hát kijutottam, de nem úsztam velük mondjuk, úgyhogy. De ez azért nagyon nagy dolog egy ilyen állomás egy fiatal ember, egy szemtelenül fiatal ember életében, azt kell, hogy mondjam. Persze. Tervezted-e valamikor, hogy te televíziózással fogsz, vagy szeretnél foglalkozni? Volt ez a tervek között, vagy ez is egy olyan lehetőség volt az életedben, hogy jó helyen voltál jó időben? Hát nem nagyon terveztem. Maximum sokan mondták, amikor kisgyerek voltam, hogy talán a Friderikusznak volt ez a Gyerekszáj című műsora. És ha jól tudom, akkor a Holló Ákos, ugye az Ákos Pincészetnek a borásza, ő mondta, hogy édesanyának, hogy küldd már ezt a gyereket, a gyerek szájon, mert jó dumája van. És az Ákos egy néhány évvel ezelőtt mondta, hogy anyukának, hogy na látod, ugye megmondtam, hogy el kellett mennie annak a gyereknek, és hát ott kötöttem ki végül is, de egyébként nem terveztem. Nem volt ez opció soha, még amikor úsztál és sportoltál, hogy valami mással foglalkozzál? Megyünk szépen visszafelé egyébként. Nem, mert én amúgy mindig is a jogra terveztem, szóval én most is ugye jogot tanulok az egyetemen, tehát én sose gondoltam azt, hogy,
hogy én egyszer ott fogok kikötni, hogy most az ATV-n vagy EKO-TV műsort vezetek. Uh-huh. Fogalmam nem volt erről. Sőt, gondolni sem mertem ilyenre, mert hát minek most én kamera elő? Sose szerettem mondjuk a fényképezni. Tehát most is egy kicsit kellemetlenül érzem magam ezen a pozíción, és nem ott, ahol te ülsz. Már mondjuk tök mindegy, itt is kérdezhetek, szóval... Teljesen mindegy. Persze. Egyébként, amikor készültünk a beszélgetésre, mondtad, hogy majd te is fogsz kérdezni. És hát ez egy ilyen kicsit ilyen... Nem tudom, hogy mikor jön belőle előled a riporter játék, de hát majd meglátjuk, hogy meddig kérjük a dolgot. Szóval a lényeg, hogy nem volt tervezett az, hogy neked televíziós karriered lett, viszont az úszásban nagyon sikeres voltál, szép eredményeid voltak. Mi volt az oka annak, hogy azt mondtad, hogy akkor úszósapka megy a szekrénybe, legalábbis ami az aktív sportolást illeti, és akkor tanulmányok, egyetem, külföldi utak, Amerika, stb. Hát ez 11-ben fogalmazódott meg bennem szerintem, vagy hát 10-ben már, és ugye akkor 11-ben hagytam abba az úszást, tehát ez 6 éve, 7 éve, inkább 7 most már, akkor hagytam abba ugye az úszást, és azért, mert szerintem nem lehet összeegyeztetni ezt a kettőt úgy, hogy 100%-osan tanulok, és 100%-osan úszok. Még nem is éreztem már annyira jól magam, meg azért az eredmények se úgy jöttek, hiszen hát sajnos így Gyöngyösen nincsen arra lehetőség, mint ami ugye Pesten, tehát nem tudok olyan eredményt elérni egy gyöngyösi úszodában, vagy akár egy gyöngyösi edző keze alól, mint mondjuk Pesten. Adódik a kérdés, hogyha a médiában való munkára és a tanulásra meg volt a lehetőség Pesten, akkor az úszásra miért nem? Azért, mert már akkor 2 éve nem űztem. Tehát elmentem vízilabdázni, ugye Roska Laci megtanított vízilabdázni, ez tök jó, mert most meg ugye játszok egy csapatban Pesten. Aztán ez is teljesen jó, mert kialakult egy olyan baráti közeg ott a csapatban, akikkel úgymond hát el tudunk menni, levezetni a gőzt mondjuk a meccsek után, mondjuk egy kocsmába, vagy akár a hétköznapok folyamán is, meg hát azért mégis egy csapat más szerintem, mint egy úszócsapat, akik ugye, mit tudom én, reggel úsznak, este úsznak, és akkor így találkoznak 4-5-en. Meg egyébként, hogyha most belegondolsz, szerintem az egy főállás, hogyha heti 11-12-szer van egy edzésed, és akkor több időt töltesz az úszodában, mint bárhol másod. Azért az a fajta szemléletmód, hozzáállás, életfilozófia, amit gyerekkorában, tinédzserkorában a versenysporttól kap az ember, én azért azt gondolom, hogy az élete hátra levő időszakára is azért nagyon erősen kihatással lehet. Nálad így volt ez? Teljes mértékben szerintem. Tehát az a szemlélet, hogy kötelességek vannak, időpontok vannak, pontosan teljesíteni kell azt a televíziós munkádban is érzed, iskolában is érzed, az egyetemen is érzed, hogy ez működik az életedben? Hát szerintem másként nem lehetne csinálni ezt a 2-3 dolgot egyszerre. Tehát nem tudom, én sosem voltam olyan ember, hogy csak egy dolgot tudtam csinálni. Tehát mindig volt mondjuk a suli mellett az úszás, akkor ugye ott van az egyetem mellett most a vízilabda és még a munka is. Tehát hogyha volt egy olyan fél évem, amikor csak egyetemre jártam, meg még mellett ugye edzésekre is, de baromira unatkoztam. Szóval tényleg kellett valami, és hát akkor azért el is mentem dolgozni utána, mert nem volt ez így jó. Az sikerült már kitalálnod, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Felnőtt. Most mi legyek? Magasabb már nem leszek. Jó, próbálom egyszerűbben föltenni a kérdést akkor. Ha végzel az egyetemmel, kezedben lesz a diplomád. Gyanítom, hogy nem a vízilabda lesz az, amivel főállásként foglalkozni fogsz. Viszont azért a televíziós munkáid azért szerintem legalábbis én, ahogy kívülről látom, azért jó irányba mutatnak. Tehát akár abból is lehet még valami. Azért egy jogi diplomával szintén lehet elindulni az élet bármelyik ösvényén. Melyiket tervezed ezek közül, hogy melyik ösvényen indulsz el? Vagy majd próbálsz jó helyen, jó időben lenni? Hát te tudod, hogy mi lesz veled fél év múlva? Nem, de én tervezem, hogy mi lesz veled fél év múlva. De szerinted azok a tervek? Nem én vagyok. És még mindig én kérdezek. Igen,
felesleges szerintem annyira előre tervezgetni, mert most gondold bele, azt terveztem, hogy a nyáron milyen jó nyaram lesz, így is jó nyaram lett, hogy milyen jó nyaram lesz, nyaralgatok, meg tudom én mindenféle dolgot csinálok, mi lett dolgozok az úszóvilágbajnokságon. Tehát most én tervezhetek, de hogyha az másképp lesz, akkor most ez jó, vagy negatív, vagy most mi, tehát majd lesz, ami lesz. Optimista embernek tartod magad? Hát persze, másként nem lehet jó dolgokat kihozni a helyzetekből. Ezt tudod, mi a különbség a pesszimista meg az optimista ember között, ugye? Valami vicces dolgot azt mondani, nem tudom. A pesszimista azt mondja, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Na. Az optimista erre azt mondja, hogy dehogy nem. Tehát azért kell egy kicsit előre nézni, meg kellenek célok az ember életében. Én azt gondolom, hogy amit kitűzöl magad elé, hogyha nem is túl nagy lépések és nem is túl nagy lépcsők, azok azért kellenek, hogy legyenek az ember életében. Hát persze nem? Kell, de most, hogyha azt mondanám arra, hogy azt szeretném, hogy sikeres legyek, akkor most például a napokban... Ez egy megfoghatatlan dolog. Persze, igen. Tehát a napokban ezt mondtam a Vladár Sándornak, ugye most lett a Magyar Úszószövetségnek az elnöke, kérdezte, hogy mi szeretnél lenni, hogyha nagy lesz, mondom, sikeres. És hát a csajok terén, vagy így a médiában, vagy hát hogy? És hát most mit mondjak erre? Tehát sikeres ember akarok lenni, kész. Ez egy olyan nagyon jó kis gyűjtőfogalom, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis arcpolitika is lehet, és akkor mindenki magyarázza bele azt, amit szeretne saját magának. És hát szerintem egy sikeres élet kulcsa az, és akkor most egy mondatban megcáfolhatsz, vagy megerősíthetsz, hogyha az ember olyan célokat tűz ki maga elé, amik reálisak lehetnek. Igen vagy nem? Hát most... Ezt vegyük igennek. Legyen egy igen. Bence, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen, megtiszteltetésre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Sok sikert abban, amiben szeretnéd. Köszönöm szépen. Önöknek köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ez volt már a 10 perc. A viszontlátásra.